Egy évvel ezelőtt döntöttek úgy a fehérváriak, hogy bizalmat szavaznak annak a programnak, amit bemutattak, és felhatalmazzák a városvezetést a megvalósítására, kezdte értékelő beszédét Székesfehérvár polgármestere. Dr. Cserpalkovics András hozzátette, azzal az elhatározással vette át elődjétől a város vezetését, hogy minden itt élő érdekét szeretné képviselni. Amikor elődöntől átvettem Székesfehérvár vezetését, székfoglaló beszédemben kifejeztem azt a szándékomat, hogy nem csak azok érdekeit kívánok képviselni, akik szavazataikkal polgármesterré választottak. Valamennyi székesfehérvári emberért kívánok dolgozni, mert őszintén hiszem azt, hogy az itt élő embereknek az egyes pártokhoz fűződő kötődésétől függetlenül ugyanazok egyébként a vágyaik. A város gazdasági helyzetével kapcsolatban a polgármester úgy fogalmazott, bár a jelenlegi városvezetés jelentős adósságállományt örökölt, mégis arra törekednek, hogy Székesfehérvár továbbra is a térség és az egész ország egyik legjelentősebb gazdasági szereplője legyen, ezért megszorítások helyett inkább a helyi gazdaság fejlesztésére törekednek. Több munkahelyteremtő fejlesztés is megvalósult, amelyeknek köszönhetően a tavalyi évhez képest 3,9%-kal csökkent a munkanélküliség Fehérváron, tette hozzá Cserpalkovics András. A polgármester kitért arra a kutatásra is, amelyet idén szeptemberben végeztek azzal kapcsolatban, hogy a fehérváriak hogyan látják a helyi demokrácia helyzetét. A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron című jelentésükben egyértelműen pozitív változásokról szólaltak és szóltak az előző évek méréseihez képest. Arra a kérdésre ugyanis, hogy mennyire elégedett azzal, ahogyan a Székesfehérváron mennek a dolgok, 6%-kal többen mondták azt, hogy nagyon elégedettek, mint a korábbi esztendőkben. Évértékelője zárásaként a polgármester a 2013-as emlékévről is beszélt. Mint mondta, bízik abban, hogy az emlékév eseményei erősíteni fogják a fehérváriak összetartozását.